Egy különleges világba csöppent bele az, aki ellátogatott a hétvégén a 30. születésnapját ünneplő Flóra Virágfesztiválra Kecelre. Számtalan szebbnél szebb virágkompozíciót vonultattak fel a virágkötő cégek ismét, hiszen a program célja több tíz évekkel ezelőtt egyértelműen az volt, hogy lehetőséget adjon a szakmának bemutatkozni, kapcsolatokat erősíteni, és a legfontosabb, hogy a virágcsodákkal egy kis tavaszt becsempészni a hideg téli napokba. A keceli önkormányzat pont 30 évvel ezelőtt vette át teljes egészében a szervezését. Ennek a része már 14. éve az országos fazekas kiállítás, melynek az ötletgazdája és főszervezője Kovács László fazekas mester. Mint mindig a Virágfesztivál második napján szombaton nyílt meg a rendezvény, ahová mindig csak meghívással érkeznek az alkotók. Idén majd 30-an hozták el bemutatni munkáikat. Minden évben egy-egy témát jelöl neki, de idén a művészek a legkedvesebb darabokkal érkeztek Kecelre. Itt Kecelen kialakult, és ezt komolyan mondhatom, hogy talán egyedül az országban egy olyan fazekas vásár is, ahol csak a minőség számít. Tehát ide olyan kerámiát nem lehet látni, vagy nem lehetne találni, amiben valamiféle olyan hiba lenne, amit nem vesz észre mondjuk az avatatlan vásárló, vagy a hozzá nem értő. Nagyon magas nívójú a vásár, és hát a kiállításról nem beszélve természetesen. A fazekas kiállítás ötlete Kalocsán született, viszont láthatóan most arra igazán kiforta magát, hiszen évek óta egyre több látogató jön, hogy megnézze. Örülök neki, hogy az emberek érdeklődnek, egyre inkább nagyobb érdeklődéssel jönnek, vásárolnak. Én erre nagyon büszke vagyok, és természetesen egy olyan stábbal csináljuk meg mindig a kiállítást Kecelen, a helyi önkormányzat stábjával, illetve a könyvtár dolgozóival, hogy hát én itt találkoztam ezzel Kecelen még, és hát nagyon köszönöm nekik is, hogy ilyen lelkesen álltak a fazekas kiállításhoz is. A kiállítók többsége már korábban is járt a rendezvényen, viszont minden évben van egy-egy új bemutatkozó is. Most például Nádudvarról ifja fazekas István, aki igazán különleges fekete kerámiákat hozott magával. A családjában a fazekasság több generációra vezethető vissza. Témája leggyakrabban az ősi paraszti élet. A fekete kerámia az gyakorlatilag a legősibb technikája kerámia készítésnek. 8000 éves technika, ami azóta gyakorlatilag semmit nem változott. A családunkban ugye meg évszázadok óta megy ez apáról fiúra, és ami a különlegessége, hogy a helyi nádudvari agyagra alapszik, hiszen ennek a nagyon magas a vörös vasoxid tartalma, ami az égetés közben alakul át fekete vasoxiddá, és ez adja a fatüzelésű kemencében, és ez adja ezt a szép fekete színét ezeknek az edényeknek. Nem kerül rá semmiféle plusz réteg, csak natúr agyag, és semmi más nincs benne. Többek között ez zsűrizte a szakmai ítészekből álló csapat szombat délután, amely most a kiállító fazekasokból állt. Sőt, mellette még a látogatók is leadhatták voksaikat.